nagyon jó kis ásványvíz, rárakjátok a házatokra. Mit szól majd a félbérlem, hogy ilyeneket csinálom? Tehát ez nem... Bocsánat, ez egy félbeszakítalak, csak nem megizzadtál. De igen. Elég szerint hatékony. Nem vagy lázas, ugye? Nem vagyok lázas. Extra tipp a szálkásodni vágyóknak, fűtsetek be, mint most Bálint, és akkor... De nincsen befűtve. Meg lehet őrülni. Termeled a hűt és benn marad. Hát én ennyi hűt biztos nem termelek. Hát akkor én termelek, majd nem tudom. Sziasztok srácok, ez itt a Sportaholic, és ahogy ígértük, meg is hoztuk az első otthoni edzős videót, úgy láttuk, hogy nagyon nagy igény van erre, természetesen most mindenkinek otthon kell majd megoldani az edzés valamilyen formában. Szóval többféle otthoni edzős videók lesznek, ez az első, ez minden eszköz nélkül, illetve otthon található eszközökkel. Partfish nyél, amint láthatjátok, következőben fogunk használni még egy hátizsákot, ugye a polifón, mint szőnyeg, és ásványvizekre lesz még szükségünk. Igen, tehát ezek olyan dolgok lesznek, amik a ház körül megtalálhatóak, igazából ezért érvényes az, hogy eszközök nélkül, mert ilyen mindenkinek van otthon. Meg még egyébként, mi is azért Instagramról inspirálódtunk, mint egyébként sokan mások, lehet, hogy a kanapét is fel fogjuk használni majd különböző elemekre. Amit látni fogtok ebben a videóban, az 5-5 gyakorlat lesz minden izomcsoportra. Az első edzős, otthoni edzős videónkon belül ezeket fogjátok látni, tartsatok velünk. Na szóval, hogyha a mellizom gyakorlatokról van szó, ugye a fekvőtámaszokat nem tudjuk megkerülni otthoni edzésnél. Többféle variáció van fekvőtámaszba, mutatom. Nem a tömegnek a gyarapítása, nem a térfogat növelése a cél, szerintem ilyenkor elsődleges szempontból a lassú, nagyon kimért ismétlések, amik definiálják, mélyítik az izomzatot, úgyhogy ettől sűrűbbek lesznek. Hogyha nehezíteni szeretnétek még a dolgot, egy pici súlyt is vigyünk bele, én ezt szoktam egyébként konditerembe is tárcsába, fogjátok a súlyt, ami ez esetben ez a nagyon jó kis ásványvíz, rárakjátok a hátatokra. Egy kis kazaci. Következő videókban majd fogunk arra is kitérni, hogy hogyan lehet felosztani az otthoni edzést, hány gyakorlatot párosítani, stb. Ennek a videónak a célja, hogy sok gyakorlatot bemutatunk, abból tudtok válogatni, és szerintem mindegyikből egy 4 sorozatot csináltok. Akár itt mehetünk ilyen simán 20 körüli ismétlésre. 20-30, szépen préselve, odafigyelve, koncentrálva, akkor ez fasza lesz. Fontos az, hogy lassú legyen a kivitelezés, és legyen meg egy megfeszítés. Itt arra figyeljetek, ami egyébként a rendes húzós fűrészelésnél is fontos, amikor látjátok, hogy Bálint leengedi, akkor jó mélyen engedi a háztizmokat. De ez nem... Bocsánat, hogy félbeszakítalak, csak nem megizzadtál. De igen. Elég szerint hatékony. Nem vagy lázas, ugye? Nem vagyok lázas. Fűrészelésnél pedig arra kell figyelni, hogy az vállizület az alapvetően kilazul, viszont nem ernyesztjük el az izomzatot. Hajlamosak az emberek alapvetően elengedni a hátizmaikat, és egy domborításon mennek át. Ez tilos, tehát végig homorítás, mákas kinyomással kell végezni a fűrészelést is. Ha esetleg nehéz, akkor lehet egyébként azt is meg lehet csinálni, hogy egyet vagy kettőt fogunk. Ide letámaszkodunk, egyik lábat föltesszük, ebből engedjük le, de később fogunk használni eszközöket, ahol meg tökre könnyen meg fogjuk ezt oldani. Ebből egy picit kiengedjük előre, ezzel lehet nehezíteni, tehát nem magunk alá engedjük be, hanem egy picit kifelé, és innen hozzuk majd szépen föl a könyökünket a test mellé. Amint láttatok, 6 gyakorlattól gyakorlatilag leizzadtam. Jó, tényleg meleg van. Ez az egyik, hogy meleg van, a másik idő pedig az, hogy dohat vagyok, szóval...
Akkor a következő a karizom, amit egyébként szerintem tök jól meg lehet otthon edzeni. Eszközökkel főleg, de még eszközök nélkül is. Tolóckodás, hátul. Szépen letámasztjátok, hátul van inkább a súlypont, egyenes vonalon beengedni. Könnyékhez nem megy szét, hanem befele van. Ugye ezt lehet úgy is nehezíteni. Ásványvíz mindenek felett, és így eresztitek be. Szegény vagyok. Amit láttok, az a kísérletező fázis. Megnézzük, mit tud. Mit szól majd a főbérlem, hogy ezeket csinálom? Nézi a videókat? Szerintem igen. Jó van. Vára is egészen jól le lehet dolgozni. Oldalemelést láthattok. Ez nem is olyan könnyű. Ebben a gyakorlatban ugye a várnak a hátulsó része, tehát ez dolgozik. Itt a még jobban lehetünk szeparáltak dolgoztatni. Igen, ilyenkor egy picit, hogyha előrefele van a mozgás, nem oldalra irányú, hanem előrefele, akkor nem az oldalsó delta, hanem a hátsó terület dolgozik jobban. Na, akkor a következő has és vádli. Ezt ugye egybe fogjuk bemutatni, vagy egybe fogom bemutatni. A has az amúgy is saját testsúlya végzett szinte kivétel nélkül, én legalábbis sokkal jobban szeretem, mint a gépeket. Nagyon kevés a jó gép. Ebből rengeteg variáció van, valószínűleg ti is tudjátok, 5-5 bemutatunk, aztán csá. Láthatjátok, hogy ez egy sikúság, hogyha mondjuk tegyük fel, játszunk is ilyet, addig tartsad. Ide teszünk egy seprűnyelet. Láthatjátok, hogy egyébként tök egyenes, teljesen egyenes, tök jó. Úgyhogy ez legyen a cél. Következő hanyat fekve lábemelés, itt amit sokan kihagynak, és egyébként elég sokat dob a gyakorlaton, hogyha a tenyereteket a talaj felé fordítva lerakjátok a feneketek alá. Illetve még tovább lehet fokozni az intenzitást, hogyha a lábnyújtásnak a végén egy csípőből, hát pontosabban a hasból, de egy picit megemelitek a csípőtöket, és hasizomból még rá nyomtok plusz egy ismétlés. Túlzás lenne azt állítani, hogy a vádli lesz az első, aki áldozatul esik ennek az otthoni edzésnek, mert áldozatról nem beszélhetünk. Extra tipp a szálkásodni vágyóknak, fűtsetek be, mint most Bálint, és akkor meg lehet örülni. De nincsen befűtve. Terveled a hőt és bennmarad. Hát én ennyi hűt biztos nem termelek. Hát akkor én termelek, majd nem tudom. A következő egyben legutolsó izom részünk az nem más, mint a lábizom lesz. A hiba ott kezdődik, hogyha ide. Tehát ide. Mutatom, egyébként visszük hátra. Tehát a probléma az ott kezdődik, hogyha előre visszük a súlypontot, és a térd kalással fogjuk ráhelyezni, illetve a combnak az alulsó tartományára. Tehát a kínáló pozíció is, homorítás, és ebből engedjük a csípőnket, lazán bemagunk közé. Nem megy előbbre a térdünk, mert a hátulsóval dolgozunk, és az e felüli falizommal. Na, amíg Bálint készülődik, elmondom, hogy ti is látjátok, hogy
már ilyen, tehát eszközök nélkül, otthoni cuccokkal is mennyire jól meg lehet dolgoztatni magunkat, de ki akarom hangsúlyozni, vagy ki kell hangsúlyozni, hogy mi egyébként nem így fogunk otthon edzeni, tehát különböző eszközökkel, gumiszalaggal, súlyzóval, kettlebellel, tehát ennél még sokkal jobbakat lehet csinálni, de akinek esetleg otthon nincsen semmilyen felszerelés, és nem is akar, vagy nem tud beszerezni, azoknak nagyon jó alternatívák vannak, reméljük már látjátok, nem is beszélve a kardió edzésekről, amiket otthon lehet majd csinálni, ilyet is mutatunk majd nektek. Ez, amit most láttok, ez is egy kicsit nehezebb gyakorlat, ez a combhajlító terheli. Először is köszönjük, hogy velünk tartottatok és megnéztetek ezt a videót. Másodszor is szeretném azért így a videónak a befejeztével így elmondani Zoárd véleménye után már a sajátomét, amit szépen megfogalmaztam önmagammal, hogy hogyan fogom kezelni ezt a helyzetet. Meg kell őriznünk a hidegvérünket és gondolnunk kell a szeretteinkre. Lehetőleg próbáljuk ezeket az időket eltölteni családdal, fontos emberekkel és tartsuk egymásba az erőt, jobban megismerjük önmagunkat és társainkat és barátainkat. Korlátozottak lesznek a lehetőségeink, viszont ezáltal sokkal több időnk van arra, hogy fejlesszük saját magunkat, képezni tudjuk önmagunkat, valóban arról szóljon az egész, hogy kitartunk és egy közösséget próbálunk formálni, főleg mi itt a csatornán. Hiszen ezért is hoztuk létre, hogy hatás legyünk egymásra, és nem csak mi ketten, hanem az egész csapat hatás legyen egymásra. Ez nem lesz egy egyszerű történet, viszont mi megpróbálunk nektek minél több dologban segíteni. Az előző videó alatt, ami erről szól, arra kértünk titeket, hogy írjatok kommenteket, hogy mi az, ami nektek segítene, ezt most is megtesszük. Akár az otthoni edzéssel kapcsolatban, akár mással kapcsolatban nyugodtan írjátok meg a véleményeteket, hogy milyen videókat szeretnétek, hogy készítsünk. És a videó, az otthoni edzős videókból is nyilván elég sok lesz, most úgy tervezzük. Ez az alapkoncepció, eszközök nélkül. Másra nem lesz lehetőség, úgyhogy én is azt mondom, hogy kicsit hülye hangzik, mert ez egy rossz dolog és egy negatív dolog, de mégiscsak úgy kell hozzáállni, hogy próbáljuk meg minél pozitívabban felfogni, és egyfajta kalandként felfogni. Tudom, hogy ez bizarr, de ha így fogod föl, és megpróbálod minél többet kihozni az otthon eltöltött időből, tervezel, leírod a listáidat, hogy mi az, amiket tényleg régóta meg akarsz csinálni, és nem tudtál, akkor ez könnyebb lesz, és könnyebben átvészeljük, úgyhogy így van. Támaszkodjunk egymásra, segítsük egymást, mi pedig ugye nem sokára jövünk a kövi videóval, jelezzétek, hogy mire van szükségetek, és hamarosan találkozunk. Sziasztok! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Team Sportaholic.